Petíciót indított számos értelmiségi az 56-os intézet függetlenségért. Attól tartanak, rengeteg más dolog mellett, amitől tartanak, hogy a legendás interjúgyűjtemény például politikai célokra felhasználható lesz majd a Veritas intézetben. Közben Nagy Imre szobra is újra megnézhető, most már a Jászai Mari téren. Őrsi László történészt kérdezem, azonnal mutatunk önöknek egy rövid összefoglalót. Nyílt levélben tiltakozik az értelmiség az ellen, hogy az 56-os intézetet beolvasszák a Veritas Történetkutató Intézetbe. Az aláírók azt szeretnék, ha az eddig elkészített életút interjú együttes az Országos Széchenyi Könyvtár vagy más független intézmény része maradna. A Veritas ugyanis elfogult az aláírók szerint. Úgy fogalmaztak, hogy az intézet meghatározott ideológia és pártpolitika szolgálatában áll. Eközben átadták Nagy Imre szobrát a Jászai Mari téren, amelynek eltávolítása heves indulatokat váltott ki tavaly az értelmiségiekből. A volt miniszterelnök emlékművét titokban vitték el akkor a vértanúk teréről, mint ahogy a jelenlegi helyén is mindenféle felhajtás nélkül adták át. Őrsi László történész, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mielőtt elkezdünk beszélgetni az 56-os intézetről, arról, hogy mi történt, mit jelenthet mindez potenciálisan, mi lesz az interjúgyűjteménnyel, hadd kérjem arra, hogy egy nagyon-nagyon picit, pár fontos részlettel a néző kedvéért meséljen nekünk Szakály Sándorról, aki a Veritas intézetet, történetkutató intézetet vezeti. Lehet azt tudni, hogy a Veritas kormányzati háttérintézmény, nagyjából tudhatja a néző, hogy mit jelent, hogyha egy független intézményt egy kormányzati intézetbe beolvasztanak. De Szakály Sándornak volt egy-két olyan megnyilvánulása az elmúlt években, amire érdemes emlékeztetni azt, aki nem konoasszőr a témában. Igen, érdemes. Szakály Sándornak nem volt szándékában, vagy nem mert tiltakozott is az ellen, hogy az 56-os intézetet beolvasszák a Veritasban, ugyanis erről már két évvel ezelőtt szó volt, ez emlékezetes Dózsa Pruk botrányban, akkor is már volt egy ilyen szándék a hatalomnak, hogy beolvasszanak bennünket a Veritasba, akkor szerencsésen elkerültük, és akkor tudom, hogy akkor a Szakály Sándor nem kívánta azt, hogy az 56-os intézet a Veritas égisze alatt működjön. Miért? És, most és akkor ki kívánja, hogyha nem ő? Hát amennyire ezt lehet tudni, elsősorban Schmidt Máriának volt ez mindig is a szándéka. És Szakály Sándor miért tiltakozott ellene? Mi a baj neki azzal, hogyha kap egy extra intézmény? Azért itt óvatosan kell nekem erről beszélnem, mert én személy szerint nem beszéltem Szakály úrral. Azt gondolom, hogy azért Szakály Sándor, amelyet, hogy sok minden miatt bírálták, abban a szempontból talán demokratikusabb felfogású talán, mint sokan mások a kormány oldalról, hogy ő azért tiszteletbe tartja a kutatás szabadságát, függetlenségét. Úgy tudom, hogy ez a Szakály Sándor jellemző, úgyhogy ő szerintem emiatt gondolta azt, hogy az 56-os intézet jobb, hogy a saját útját járja, és nem. Kimondott ön egy másik nevet is, Schmidt Máriájét. Urbánus legenda-e az, hogy önök után akar nyúlni a mai napig, úgymond bosszúból, azért, amit egykor a legendás plakát kapcsán összeakasztották a bajszukat, vagy pedig van bármiféle bizonyíték arra, hogy Schmidt Máriának ehhez a döntéshez köze van? Visszatekintünk még korábbi időszakra, tehát még egészen a jó 2012-re, tehát Schmidt Mária már korábban is ezt szerette volna, hogy az 56-os intézet megszűnjön, ne legyen önálló entitás. Erről nyilatkozott? Erről annak idején még, hogy arra volt, hogy hova kerüljön az 56-os intézet, ez nyilvános így volt. Van. Tehát nem, ez nem egy kulisszatitok, amit mondok, van, tehát ő azt szerette volna akkor is, ha megszűnik. Hogy pontosan milyen ellenerők munkálkodtak abban, hogy ez mégse történjen így akkor, azt pontosan nem tudom, de hát akkor történt az, hogy az Országos Széchenyi Könyvtárba olvasztotta bennünket, amit egyébként mi annak se örültünk, mi jobban szerettük volna, mint még megmarad a függetlenségünk. És még akkor is azt mondták sokan, hogy ez egy egérút volt, vagy egy menedék. Így van, tehát sokkal rosszabb lehetett volna, mert az végül is független tudtuk, a legfontosabb a független szabadság, a kutatási szabadság. Ez, amit veszélybe láttunk, azt hiszem, hogy nem teljesen megalapozatlanul, hogyha bekényszerítenek egy ilyen kormány közeli intézménybe, és hát ugye ez a Pruk ügy volt a második, bocsánat, Dózsa ügy inkább az ismert. Igen. Hát amikor azt ugye látta mindenki, az egész ország közvéleménye, hogy olyan kezeli a kormány oldal ezt az ügyet, hát ezt
sokféleképpen lehetett volna kezelni, de hát én azt képzelem, hogy a legabszurdabb módon történt ennek az ügynek a lefolytatása. Megint a néző kedvéért röviden arról a plakátról van szó, amelyen volt valaki, aki nem az volt, amely név mellé volt írva. És az 56-os intézet hívta föl erre a figyelmet, és mit már a személyes sértésnek vette, tulajdonképpen azt hiszem fogalmazhatok így, mert ő nem működött önökkel együtt az igazság feltárásában a plakát. Nagyon finoman fogalmazunk, hát a legbárgatabb sértések, vagy hogy mondjam, csak a lejáratási kampányok elsőben ellenem mentek akkor egyben az ő volt ennek abban az időben a még a tárgyalásnakedő azt tegyük hozzá, hogy Sándor Erzsinek nagy szerepe volt abban, hogy ő vette észre először azért, hogy, ez a, hogy nem a jó kép van. Tehát azért, ha fönt tartjuk a objektivitást, akkor ezt is muszáj mondanom. És hát onnantól kezdve... Meg a forrás megjelölést. Forrás megjelölést, így van. Akkor, ha jól tudom, és azt hiszem, hogy ezt jól tudom, hogy akkor a Lázár János miniszter volt az, aki útjába állt annak, hogy ez a dolog akkor megtörténjen, hogy az intézetet beolvasszák a Veritasba, és annak akkor egy ilyen szerencsének köszönhetően tudtuk még két évig még akkor létezni. Drágám, hoznál egy kis csokit? Persze. Na gyerünk a tálba. Csak utánad. M&M's. Viszont ha már az újságírás szabályainak valóban meg nem felelő módon urbánus legendákról kérdezem, de hát tények és nyilatkozatok hiányában nagyon nehéz bármibe kapaszkodni. Ugye az is tény, hogy Schmidt Máriát kivették a Terrorháza projektből nemrég, és akkor eznek Sorsokháza, bocsánat, elnézést kérek, de hogy a Terrorháza, Sorsokháza, elnézést kérek. És ennek kapcsán sokan azt mondták, hogy ez valamiféle gyengülése az ő befolyásának. Nem tudom, ez megint ugye egy nesze fog meg jól mondani. Tekintve, hogy a Sorsokház az egy nemzetközi projekt, és ott azért valamennyire muszáj, mint láttuk más esetekben is, azért időnként meghátrálni adott esetben, hát ez egy állandó probléma is volt ott, ugye a nemzetközi világban, hát Schmidt Mária azért nem tud teljesen érvényesíteni az elgondolásait. Ugyanez nem vonatkozik a hazai pályára, úgy látszik, hogy ott bármit, ami az emléket politikával, vagy a történelem kutatással összefügg, ott ő az adóász, tehát bármit szinte megtehet, annak ellenére, hogy hát olyan abszurd dolgokat nyilatkozik rendre a történelmi kérdésekről, amiért azért egy elemista diákot is akár fennébe billenthetnének, gondolok itt mondjuk a NSK és az NDK, vagy a Németország és az NDK azonosítására, vagy arra, hogy a világháború, még manapság, most se tudjuk, de nem biztos, hogy azok nyerték meg, amiért tudjuk. Tehát olyan abszurd kijelentések, ami az ember hátas dobna legszívesebben, és mégiscsak, ugye, ilyen végigcsak Schmidt Mária az, aki teljesen diszponál az intézmények fölött. Nézzük akkor a történetkutatást, az interjúk potenciális sorsát. Kőszeg Ferenc már bejelentette, hogy a jövőben a lakásán óhajtja tárolni a vele készült interjút. Van-e, aki követi példáját, és miért gondolják azt, most a lehető legjobb hiszemű olvasattal, hogy veszélyben van ez az interjú gyűjtemény és az 56-os intézetben végzett munka? Szóval többen is próbálják, hogy hát elsősorban az SZDSZ-hez, vagy korábban hogy a úgynevezett reformértelmiséghez álló személyek vannak veszélyben ilyen szempontból, azt láttuk. Ugye, de milyen veszélyben? Mi történhet? Olyan veszélyben, ugye, hogy vannak ezek az olyan interjúk vannak, amik bizalmas környezetben készültek, tehát a kölcsönös bizalom volt az interjú adó és az interjú készítő között. Ezek ma kikérhetőek, ha én bemegyek, meghallgathattam mostanáig Kőszeg Ferenc interjúját. Igen. Sajnálom, hogy nem tettem meg. Mi történhet, hogyha most a legközelebb a Veritasban próbálnám meghallgatni? Átvágják, meghamisítják, olyan kontextusba helyezik? Mi történhet? Ez utóbbira gondolunk, vagy én személyesen arra gondolok, hogy olyan szövegrészeket vesznek ki belőle, vagy úgy próbálják a szöveg értelmét átalakítani, ami a lejáratására lesz alkalmas. Hát azért láttunk ilyet, ugye? Azért, láttunk ilyet? Olyat, nem olyat, mondjuk, hogy a politikai, vagy bármilyen más vélt igazi, valós, vagy vélt ellenfelekkel szemben ilyen eszközt alkalmaznak, az napi gyakorlat ugye a Fidesz médiában, és hát tekintve, hogy
azért a Veritas is ehhez a kormány közeli intézmény, hát politikai megrendelésre, ez egy szerintem egy abszolút veszélyes dolog, hogy az ilyen ellenségek mondjuk, mint Vásárhelyi, számukra Vásárhelyi, vagy lehetne sorolni, akár még Göncz Árpád is szóba jöhetne, olyan az interjúkból, ami bizalmas módon készültek el, úgy olyan módon csoportosítják, vagy kivesznek szövegeket, tehát ahogy ez szokott lenni. Na jó, de kortárs politikai, napi politikai kérdésekben szoktak másképp idézni, vagy idézeteket eltorzítani, és aztán abból napi sajtóperek vannak ma, de azért ez a történelem része, ez az interjú csokor. És ön azt mondta, hogy Szakály Sándor tulajdonképpen nem áll tőle távol a történetkutatáshoz való tiszteletteljes hozzáállás. Nem, én nem is ebben Szakály Sándor személyét emelném ki, mert én róla nem feltételezném, hogy ezt ő tenné, független attól, hogy most mennyire értek ért az ő történet szemelte, vagy ilyen nem. Tehát Szakály Sándor ilyen szempontból nem tipikus kormánypárti bárki, hanem egyáltalán a kormány utasítására, akár ki, tehát most is kár, ez most részletezni, hogy ki lehetne, aki ebbe lenyúl, de hát bárki, és ez könnyen lehet. Hát ha látjuk például azt, hogy a Nagy Imrével is mit tettek, milyen módon próbáltak denunciálni, hát így aztán bárki sorra kerülhet, tehát senki is biztonságban, akit esetleg úgy talál a kormányzat, hogy majd mostani kormányzat, de később is, hogy esetleg hogy denunciálják. És aki a múlt, azé a jövő. Egészen elképesztő dolgokról beszélgettünk, nem tudjuk, hogy ebből mi fog megvalósulni, fogunk még erről a jövőben beszélni. Köszönöm szépen, hogy eljött. Én is köszönöm meg.